Ha gondolkoztál már azon, hogy örökbe fogadj egy kiskutyát, vagy azon, hogy milyen lenne kutyamán helyet vezetni, vagy csak szimplán imádod a kutyákat, akkor jó társasjátékot szereztél be. Ugyanis ebben a társasjátékban te is egy menhelyen fogsz dolgozni, ahol a célod az, hogy minél több kutyusnak találd meg a számukra tökéletes gazdit. Sziasztok, én Barbie vagyok, és a Szerető Otthon című hihetetlenül kedves és szép társasjátékot szeretném most megtanítani nektek. Első lépésként mindenki vegyen el egy játékos táblát. Az első játék során az alapmenhely oldalát használjátok, a másik oldala a haladó változatot tartalmazza. Helyezzétek el az elismerés táblát az asztal közepére. Ennek is két oldala van. A kihívás oldalát az egyszemélyes játékváltozatban, az elismerés oldalát pedig akkor használjátok, ha legalább ketten játszotok vele. Én most négy főre fogok setupolni, úgyhogy az elismerés oldal lesz felül. Erre a táblára tegyétek le véletlenszerűen a színes kutyákat, minden mezőre egyet. Fogjátok meg az otthonkártyákat, és válogassátok őket szét típusuk szerint. Négy típusú otthonkártya van a játékban. Város, kertváros, vidék és ideiglenes otthon. Ezeket típusonként keverjétek meg, majd egyet véletlenszerűen helyezzetek a központi tábla felé. Az ideiglenes otthonból egyféle kártya van, így minden játékban az kerül a tábla jobb szélére. A megmaradt kártyákra pedig nem lesz szükségetek. Keverjétek meg a kutyákat ábrázoló tréner kártyákat, majd csapjatok fel belőle játékos szám alapján néhányat. Ha ketten vagy hárman játszotok, akkor négyet, ha négyen vagy öten, akkor pedig öt lapot. A kutyajelzőket tegyétek a zsákban, majd véletlenszerűen csapjatok fel belőle ugyanúgy, mint a kártyalapokból. 2-3 játékosnál 4 darabot, 4-5 játékosnál pedig 5 jelzőt. Végül osztatok minden játékosnak 2-2 tréner kártyát, és sorsoljátok ki a kezdőjátékost. Mielőtt elkezdenétek a játékot, mindenki 2 kutyajelzővel fog indítani. Ehhez húzzatok a zsákból fejenként 2 darab jelzőt, majd a kezdőjátékossal kezdve óramutató járásával megegyezően választatok ki egyet-egyet. Végül az utolsó játékossal kezdve visszafelé is választatok egy kutyajelzőt. Ezt a 2-t helyezzétek le az 5x5-ös menhelyetekre, ahova csak szeretnétek, és kezdődhet a kutyusok betanítása. A játékban egymás után kerültök sorra, és mindenki 2 akciót hajthat végre a körében. Ezt a 2 akciót 3 akció lehetőség közül választhatjátok ki. Fontos, hogy választhatod ugyanazt az akciót duplán is. Nézzük, mi ez a 3 akció lehetőség. Az egyik, hogy elveszel egy kutyajelzőt és lerakod a tábládra. Ekkor az üres helyet azonnal feltöltjük, így akár a most felcsapott jelzőt is elveheted második akcióként. Ebben az esetben te 2-szer választottad ezt a lehetőséget, így az utánad következő játékos jön. Fontos, hogy a zsákból nem húzhatsz fel jelzőt, valamint a tábládon is minden mezőn csak egy kutya állhat. Más szabálya azonban nincs a kutyik lerakásának, bárhol lerakhatod a jelzőket. Második akció lehetőség, hogy tréner kártyát választasz a láthatóak közül. Ezt a lapot a kezedbe veszed, majd hasonlóan a jelzőköz, ezt is azonnal feltöltjük. A kezedben maximum 5 kártya lehet, így ha 5 lap van a kezedben, akkor nem választhatod ezt az opciót. A harmadik akció pedig, hogy mozgatod a tábládon lévő kutyákat. Ezt tetszőleges irányba teheted meg, akár átlósan is, de egy akcióval csak egy helyet mozgathatsz. A játékban az a célunk, hogy minél több pontot szerezzünk, és ezt úgy tehetjük meg, hogy kutyusainkat a trénerkártyák segítségével a nekik megfelelő otthonba küldjük. A trénerkártyák mutatják, milyen alakzatban kell elhelyeznünk a menhelyünkön a kutyákat. Ez a minta szabadon forgatható, tükrözhető, és egy vagy két különböző kutyafajtából áll. De rátok bízza a játék, hogy melyikek használatával készíted el az alakzatot. Az X-ikon azt jelenti, hogy azon a mezőn nem állhat kutya. Mutatok 2 példát a trénerkártyák teljesítésére. Ezt a trénerkártyát ezzel a 3 kutyával teljesítettem, míg ezt a lapot ezzel a 2-vel meghagyva az üres helyet neki. A trénerkártyákat a saját körödben teljesítheted, de nem számítanak akciónak, így akár több ilyen lapot is teljesíthetsz egymás után. A kártyák jobb alsó sarkában látod a játékvégi pontot, a hírnévpontot. Bal felső sarkában pedig azt, hogy a teljesített trükkel hány kutyát fogadnak be a menhelyről az otthonokba. Például ebben az esetben 2 kutyát tehetek az otthonok valamelyikébe, és fontos, hogy csak az éppen teljesített trénerkártyák kutyusait helyezhetem fel. Tekintsük át az otthonkártyákat. Minden 4 típusú otthonkártya egyedi feltételekkel ad pontokat nekünk a játék végén. Ha egy kutyus lehelyezel valamelyik otthonra, később azt már nem mozgathatod át. Nézzünk néhány játékvégi pontozást. Ez a kártya a különböző fajtájú kutyákat pontozza. Például, ha 4 különböző kutyát fogadtok örökbe a városban, akkor 6 pontot szerzel vele a játék végén. Ez a kertvárosi lap azt mutatja, hogy csak meghatározott fajtájú kutyákért kapsz pontot, amennyiben mind a 4 kutyafajta ezen a lapon szerepel. A szivárvány kutyus egy bármilyen kutyust jelöl. A vidéket jelző lapokon szetteket gyűjtesz.
Például ebben az esetben 3 pontot kapsz 2 ugyanolyan fajtájú kutyáért. Az ideiglenes otthon pedig minden játék során ugyanaz, itt minden kutya 1 pontot ér neked a játék végén. Eddig 2 pontszerzési lehetőséget vettünk végig, most nézzük az utolsót, az elismerés táblánkat. Ez a tábla pontozza le, hogy kinek sikerült bizonyos kutyafajtából többet betanítania, vagy befogadó otthon találni számukra. A szabály is felhívja a figyelmünket, hogy ez egy barátságos verseny, így ha döntetlen áll fenn, akkor mindenki megkapja a pontokat. Háromféle elismerésben vetélkedünk. Az első, a legtöbb betanítás alatt álló kutya egy adott fajtából, vagyis akinek a kisorsolt kutya fajtából több szerepel a menhelyén. A befogadott, vagyis otthonra talált kutyák itt nem számítanak. Ebben az esetben a legtöbb sárga kutyával rendelkező játékos 3 pontot kap, a legtöbb lila kutyával rendelkező játékos pedig 1 pontot kap. Második, a legtöbbet befogadott kutya egy adott fajtából. Aki adott kutya fajtából a legtöbbet helyezte el otthonaiba. Ebben a példában a narancssárga kutyákért jár a 3 pont. Így most a jobbomon ülő játékos kapja a 3 pontot, ugyanis neki van a legtöbb narancssárga kutyája. Ugyanígy nézzétek meg a 2 és 1 pontosokat is. A harmadik pedig a legtöbb különböző otthonokban elhelyezett kutya egy adott fajtából. Ebben a játékban a velem szembe ülő kapja a kék kutyákért a pontokat. Amikor egy játékos teljesítette a 7. trénerkártyáját, kiváltja a játék végét. Ekkor az adott forduló még befejeződik úgy, hogy a kezdőjátékos már nem kerül többet sorra. Akkor is véget ér a játék, ha nincs több elvehető kutyajelző vagy trénerkártya, de ez a ritkább eset. Írjátok össze pontjaitokat a pontozótömbre, végül a legtöbb hírnév ponttal rendelkező játékos nyer. Döntetlen esetén az a játékos nyer, aki a legtöbb kutyának találta meg a szerető otthonát. Ha még így is döntetlen, akkor osztoztok a győzelmen. Az egyszemélyes játék változathoz az alábbi lépéseket készítsd elő. Az elismerés táblát forgasd a kihívás oldalára, de ezúttal ne tedd rá a színes kutyákat. Vedd elő az eddig nem használt kis kockát, és helyezd a tábla aljára. Ezzel fogod jelölni, hogy melyik fordulóban jársz. Ezután csap fel 4 trénerkártyát és 4 kutyajelzőt. Készítsd a tábla mellé a kihívás kártyákat. Ez automata trénerként hatással lesz a játékodra. Minden körben 1 kártyát és 1 kutyajelzőt fog eltávolítani a játékból. Végül húzd a zsákból 3 kutyajelzőt, önből 2-t helyezd el szabadon a menhelyeden. A maradékot tedd vissza a zsákba. Az előkészületek többi lépése a már megismertek szerint működik. Csapjátok fel az otthonkártyákat, majd húzd magadnak 2 trénerkártyát. A játék ugyanúgy zajlik, mint a többen lennétek, azzal a különbséggel, hogy utánad az automata tréner következik. Miután végrehajtottál 2 akciót, húzd egy kártyát a kihívás pakliból, és távolítsd el azt a kártyát és kutyajelzőt, amit az automata tréner megkíván. Majd töltsd fel az üres helyeket, a lapot pedig rakd a dobó pakliba. Ezután léptesd a fordulójelzőt egyen jobbra. Ezt mindig az automata tréner lépése után kell végrehajtanod. Amikor a kocka az alábbi kutya szimbólumot takarja le, választ egy kutya figurát, és tedd le a kihívás tábla egyik szabad mezőjére. A 8. kör után eldöntheted, hogy befejezed itt a játékot, vagy még 1 vagy 2 kört lejátszol. Ebben az esetben 4 vagy 8 hírnév ponttal kell csökkentened az elért pontszámodat. Az egyszemélyes játékváltozatban is a trénerkártyák, az otthonkártyák, illetve a kihívás tábla határozza meg a végső pontszámodat. Hogy el tud helyezni az elért pontodat, az egyszemélyes játékmód végén találsz egy táblázatot iránymutatásként arról, hogy az adott pontszámod alapján milyen tréneri díjban részesülsz. Most, hogy megismertétek a társasjáték szabályait, azt kívánom, hogy minél több gazdátlan kutyusnak sikerüljön új otthon találnatok a Szerető Otthon című társasjátékkal. Jó játékot kívánok! Ha tetszett, amit láttál, akkor mindenképp iratkozz fel YouTube csatornánkra, kattints a videó alatti csengőcskére, ha értesülni szeretnél legújabb videóinkról, tartalmainkról. Emellett kövess minket közösségi oldalainkon is, Facebookon, Instagramon vagy TikTokon. Ha pedig értesülni szeretnél legújabb újdonságainkról, akcióinkról, akkor iratkozz fel hírlevelünkre. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!